A forgatási helyszínt az immár 25 éve működő Remiz étterem biztosította. A műsorvezető ruháiról a Mystic Day divatárú nagykereskedés gondoskodott. Paulinlát a krizó csillogó ékszerei varázsolják még elragadóbbá. A műsorvezető frizurája a Pomádé szalonban készült. A Lillás reggeli a Facebookon is elérhető. facebook.com/lillásreggeli. A műsor média partnere a Pécs Rádió. Lillás reggeli. Hozzávalók két személyre. Egy adag friss tudnivaló, egy meghitt hely, egy lenyűgöző személyiség, egy csipetnyi kíváncsiság, egy csokornyi jó kérdés, és a háziasszony, Paor Lilla. A színművészeti főiskola elvégzése után 8 éven át színészként is dolgozott Kecskeméten, Győrben és Budapesten, a Madách Színházban, de azt érezte, hogy nem az ő világa a színészet. A rádióval nagyon korán szorosra fűzte kapcsolatát, és nem volt kérdés, hogy ezt a hivatást választja. Vezetett tévéműsort, hallhattuk hangját tévéfilmek stáblistájának ismertetésekor, irodalmi rendezvényeken konferált, verset mondott, de számára a rádió volt az első. Több mint 10 éve, hogy nem olvas már híreket, de megmaradt a kapcsolata a hangos médiával, hiszen a tévés, rádiós megszólalásokat engedélyező Mondák Testület elnöke. A Lillás reggeli mai vendége a magyar érdemrend tiszti keresztjével kitüntetett Korbuj Péter bemondó. Valamikor, amikor elkezdtük ezt a Lillás reggeli adássorozatot. Hát tudom, hogy József volt. Előtt, igen, most ott tartunk a 320 valahanyadik adásnál, és ugye Szalai Zsolttal, a szerkesztőnkkel végigbeszéltük, hogy milyen típusú emberek kerüljenek bele ebbe az adásba, és akkor azt gondoltuk, hogy végigvesszük azokat a kiváló rádiós, televíziós személyiségeket, akik a magyar rádió-televíziózás életében, vagy rádiózás-televíziózás életében maradandót alkottak, és ebbe a sorba tökéletesen beleillesz. Köszönöm hiszen szépen, azt gondolom, mivel? Hogy... Mivel? Hát mivel, hogy megszólaltál, itt rögtön lehet tudni, hogy ez is egy olyan hang, mármint a tiéd, amelyet összetéveszthetetlenül még mindig az emberek be tudnak azonosítani. Szalóci Pali ugye azt mondja, hogy a Blaha Lujzatért következik, függetlenül meghallják. Nagyon szomorú tudják. Az, hogy Szalóci Palit ezzel azonosítják. Igen. Szörnyű egyébként, igen. Miután ő ennél lényegesen többet tett le az asztalra. A Magyar Rádió egyik hangja volt ő is. És Bőzsönnyel, akkor látod, Bőzsöny, Egressivel, igen. Dömökkel, Bátonyival, Ulbricht Andrissal, szegénnyel. Nebrenti Piroskával, akit Pirókával, Erős Annával, igen. Erdei Klárival, igen. Persze, Vadász Ágival. És akkor rögtön már egy olyan sorozatot mutattunk be itt a nevek által, amelyikből kiderül, hogy a magyar rádiózás az egy fantasztikus dolog volt. Te a fiatalabb korosztályhoz tartozol a magyar rádiózás, vagy tartoztál a magyar rádiózásért, és akkor rögtön itt van ez a táltó. Alig 70 éves. És színészként kerültél oda. Az, hogy színészként már valami gyakorlatod volt, az segített-e a rádiózásban? Vagy pont ellenkezőleg? Egyrészt nagyon segített, másrészt pont ellenkezőleg. Mert ugye a színművészeti főiskolán ott a színpadi beszédet tanították nekünk, ami hát nem akarom megmutatni, mert akkor kileng a mikrofon jelzője. Az egy olyan beszéd, ami szobabeszélgetésnek hat, de mégis az utolsó sorban is kell érteni. Tehát egy emelt beszéd, az egy csalás tulajdonképpen. Én azt tanultam. Mindezzel együtt viszont rengeteget, amikortól lehetett, 67-től, rengeteget dolgoztam mikrofon előtt, tehát a Pannonia filmstúdióban szinkronizáltunk, a televízióban, bejártunk a rádióba. Tehát
ott meg kellett tanulni azt, hogy nem ordibálunk, hanem úgy beszélünk, mint egy ember. De amikor a rádióba kerültem, hát én ott hagytam a színházat 8 év után, mert hát nem váltunk be egymásnak, úgy látszik. Nyilván nem voltam jó színész. Legalábbis nem annyira, amennyire én szerettem volna. Ó, köszönöm nagyon szépen. Szépen. Ó, jaj. Jaj, de szép. Ez igen. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. És akkor ilyen mikrofonos munkáknál találkoztam. Hát, aki még emlékszik rá, hogy Dömög Gábor, hát a rádió egyik legkitűnőbb bemondója volt. Sokat dolgoztunk együtt, aztán egy idő után szomszédok lettünk. Jóba voltunk, szimpatizáltunk egymással. Szereted-e a vörösbort? Igen, szeretem. Gyere, ígyunk egyet. Egymásnál összejárogattunk, és egyszer csak megkérdezte, hogy fölhívott telefonon, hogy nem akarsz-e bemondó lenni? Mondtam, hogy nem. Mert azt tudta, megbeszéltük már, hogy én ott akarom hagyni a színházat, csak még nem volt hova menni. Aztán ő is, a feleségem is rábeszéltek, hogy hát mibe telik az, hogy elmész egy meghallgatásra, elmész, meghallgatnak, mondanak valamit, elmentem, mondtam valamit, mondtak valamit, és menjek oda. Hát én a 76-os szezont még a Madár Színházban végigcsináltam, és utána közben már jártam át a rádióba, bemondó gyakornokként, és 70, ahogy a színházi szezon véget ért, munkakönyvvel már a Magyar Rádióban dolgoztam. Megállunk egy pillanatra, mert sok olyan információ hangzott el, ami szerintem nem minden nézőnek tiszta. Először is, amikor azt mondta a Dömög Gábor, hogy gyere oda bemondónak, nem azt akkor, mondta, hogy gyere oda, igen, az, hogy nincs-e kedved? Ja, nincs-e kedved bemondónak menni, akkor ez a bemondó, ez tegyük tisztában, hogy ez mit jelent, meg ez egy fogalom. Tudnivik, ugye a bemondó az a Magyar Rádióban a legmagasabb szint. Volt egy időben. Igen. Akkor még. Akkor. És alatta jöttek a műsorvezetők, a riporterek, vagy egyáltalán lehet-e így kategorizálni? Tehát most én például csak arra, én egy ideig, megmondom egész őszintén, én ezt nem is értettem, és nem is tudtam, és mindig azt mondtam, hogy én műsorvezető vagyok. Vannak riporterek, akik nagyon, én azt gondolom, hogy ebben a fajta műfajban tudok legjobban kibontakozni, hogy aztán ez a riportalanyja, még a nézők hogy tudják, vagy hogy értékelik, ez egy másik persze dolog. Én ebben érzem a legjobban magam. De hogy a bemondóság milyen egy elképesztő, nehéz és felelősségteljes dolog, arra akkor jöttem rá, amikor a tévénkbe elkezdtünk híreket csinálni, híradót csinálni, és én rájöttem, hogy erre teljesen alkalmatlan vagyok. Ez egy más műfaj, abszolút más műfaj, mert a bemondó beszéde, a jó bemondó beszéde véleményem szerint elsősorban ugye a hírolvasásnál, de mindenfajta narrációnál olyan, mint a újságban, könyvben a kinyomtatott szöveg. Egy fajta sablont használ, milyen újságneveket nem szabad most mondani? Mindent lehet. Szóval a Népszabadságnak más betűtípusa van, mint a Magyar Nemzetnek. De attól még mind a kettő elfogadható beszédtip, megvan egyfajta azonosít hatás. A könyveket különböző betűtípusokkal nyomtatják, de az mind nyomtatott beszéd. A bemondó így beszél. Tehát az úgynevezett irodalmi nyelvet kell beszélnie, úgy is kell szólnia, hogy ne fedezzünk fel benne tájízeket, természetesen ne legyen semmifajta beszédhibája, ne pöszítsen, ne sejpítsen, ne racsoljon, ne legyen reket, mint én most vagyok. Ne legyen benne érzelmek. És az érzelmeket éreztetni szabad, de tényleg érzelemmel nem szabad elmondani, hogy hosszú, súlyos szenvedés után. Ezt nem lehet. Uh-huh. Tárgyilagosan kell közölni. Előfordult velem, hogy szegény Takács Marika halálhírét egy pillanattal a megszólalás előtt nyomták oda, azt alig tudtam elmondani. Most az, hogy az embernek összeszorul a torka, az magánügy. De
Szóval valahogy azért lehet éreztetni. Most visszatérve arra, hogy ki a legmagasabb, ki volt a legmagasabb rendű a rádióban, mindenki. Mindenki. Az tény és való, hogy például a mikrofonbizottság előtt, amikor elbíráltuk a különböző hanganyagokat, hogy ki milyen minősítést kap, ott bizony a bemondó kategória volt a legmagasabb. Utána jött a műsorvezető, azután a riporter, ezeket persze szétosztva, hogy szakriporter, meg jó ég tudja. De a bemondó egyébként a bemondók mindenre képesek, mert egy riporter és egy műsorvezető nem képes arra, hogy bemondó legyen. Kérdés az, hogy ez visszafelé, tehát ez a bogár és a rovarnak, ugye nem minden bogár rovar bogár, lehet, hogy nem jó a hasonlat, amit mondok, de a bemondó azzal a technikával, amivel ő rendelkezik, azzal a tudással, azzal az irodalmi nyelvvel, beszédkészséggel, azzal meg tudja a többi feladatot is elvileg oldani? Meg tudná oldani, de nem arra predesztináltatott. Aha. Hogy ezeket megoldja. Ulbrich Andris kollégám, barátom szegény, ő sportriporterkedett kiválóan. Jó magam is, és még egy néhányan vezettünk különböző műsorokat. Abban egészen más, hogy szólal meg az ember, de ez nem jellemző. Szóval a kollégáim a legnagyobbakat is beleértve, Körvendi Laci bácsitól Egressy Pistáig az összeset. Ők nem csináltak ilyesmit. Én nekem volt olyan, hogy volt egy tüneményes műsora a rádiónak, az volt a címe, hogy kirándulás a spanyol popzenébe, vagy popzenében, nem emlékszem már rá, mindeketőnek van értelme. Egy forradalmi dolog volt tulajdonképpen. A spanyol popzenét akkoriban itt senki nem ismerte, viszont nagyon-nagyon jó számokat lehetett hallani. Volt egy zenés műsorvezetőjük, úgy hívták, hogy Pepe Machado, és a Szabó Zoli technikus hangmester egészen brilliáns füle volt, és keze, és nem tudom micsoda, mi mindene hozzá. Ő szerezte be ezeket az anyagokat, és összehozta a kettőnk hangját, ami érdekes módon nagyon hasonló volt, hát így adódott. Úgy indult el a műsor nagyszerű, jó ritmusos spanyol zenével, hogy bienvenidos a muy cordial de Pepe Machado, és Korbuy Péter, mondom én. Szóval nem szinkronizáltam őt, hanem az ő szövegét lefordítottuk először magyarra persze, és ott volt a fülemben az eredeti, ott volt a leírt szöveg, és a Zoli előkészítette már úgy, hogy mintha ketten vezetnénk a műsor. Nagyon jó, nagyon-nagyon, pár évig ment, nagyon népszerű volt, nagyon-nagyon szerették, rengeteg levelet is kaptunk utána, csak aztán megszűnt a műsor. Tehát ez egy borzasztó élvezetes dolog volt, ez nem bemondói beszéd volt, tehát nem a sterilitásra kellett figyelni, nem az abszolút precíz megszólalásra, hanem egy kötetlen, laza, vagány duma volt tulajdonképpen. Mennyire voltak ezek előkészítettek? Ezek nagyon előkészítettek voltak ezek. De az, hogy Bartók Rádióban volt a Muzsikáló reggel, most is van, annak voltam, mert éveken keresztül műsorvezetője, sajnos én nem tudtam olyanokat, mint szegény Antal Imrétől kezdve Németi Attiláig, a Cigány Gyurit bátyótól kezdve a jó ég tudja ki mindenkiig. Tehát én nem vagyok muzsikus. Én, szóval ők olyanokat tudtak, hogy egy-egy mondattal gyönyörűen helyretették azt a kort, azt a hangszert, előadót, szerzőt. Én nekem utána kellett bányászni. Én nagyon szeretem a zenét, ez esetben a komoly zenét, de nekem utána kellett bányászni, hogy honnan lehet ilyen érdekességeket összeszedni. A korról, a zeneszerzőről, az előadóról, akárkiről. De én az egészen másfajta beszédet igényelt. Most az jutott az eszembe, hogy olvastam, hogy a Pagoda annak idején, talán pont az egyik veled készült riportban, hogy a Pagoda az egy hihetetlen színes kavalkád volt, igen, tudástár. Mindent meg lehetett beszélni, és pontosan amiatt jutott az eszembe, mutat, hogy neked ennek utána kellett nézni, volt akinek ez ment, mert az volt az eredeti szakmája. Persze. Na de hogy ez azért mennyire felelősségteljes, és mennyire összetett munka, mert
nem mindenki alá dolgozik X szerkesztő, akik előkészítik azt az anyagot. Tehát sok esetben a műsorvezetőnek kell előbányászni. Hát meg a műsorvezető egyénisége kell, hogy dominálja tulajdonképpen ezt a fajta műsorvezetést. Ezekben a muzsikáló reggel, délután, stb. Összeállításokban a szerkesztő ugye a saját ízlése szerint, vagy saját ötletei alapján megszerkeszt, az a neve is, ugye, egy műsort, és azokat kell használnia a műsorvezetőnek, hogy ő ezt hogy tálalja, az már kizárólag az ő egyéniségén, kedvén, fölkészültségén, egyebén múlik. Miben érezted a legjobban magad? Azt tudom, hogy a rádió az... Hát a rádió a család volt. Én nagyon-nagyon szerettem tévéhíradózni. Az, hát ugye átjártunk egymás intézményeibe, és döbbenten vettem észre így utólag, hogy én majdnem 10 évig, pontosabban hát valamivel több, mint 10 évig, de megszakítással tévéhíradóztam. Még a klasszikus híradónál kezdtem. Jött a kamera rá. Gonosz kamerás ember. Akkor még a hármas stúdióban vettük föl, 5 ültek az első kiadásnál, a külpolitikus, a belpolitikus, a sportos, a fiú bemondó és a lány bemondó. A lány bemondó az el volt nyomva, szegény, csak hangban lehetett hallani. A második kiadásban már a fiú lány bemondó volt együtt, a harmadik kiadást a fiú csinálta egyedül. De mindegy, szóval én borzasztóan szerettem a híreket. Na várj, de akkor hogy épült föl az adás? Az adás úgy épült föl, hogy általában a főbácsi vagy főnéni, a külpolos, hát de ő volt... Most nem emlékszem, ő is képernyőn volt? Képernyőn, persze. És akkor te vezetted a híradót? Nem vezettem a híradót, én a hírolvasó voltam. A hírolvasó voltál. Tehát akkor hogy épült föl, most próbálom összerakni, hogy... Kamera ráment a másikra, és... Több kamera volt, hát először bemutatták azt, hogy néz ki a stúdió. Aha. 5 ember, elég széles. Látod, ez most nincsen meg képben. Érdekes, nagyon sokáig ez ment, ez még a Matúzné-féle tévéhíradó volt. Ott ült Ipper Pál, mint külpolitikus, ott ült a jó ég tudja, Vajek Jutka, mint belpolitikus, Vas Pista, mint sportos, valamelyikünk, mint hírolvasó fiú, és hát ezek a lány legendák, Takács Maritól, Tamási Eszteren keresztül, Hajasi Cáig, Kudlik Jutkáig a lányok. És akkor elkezdett beszélni a főbácsi, jöttek a külpolitikai témák, hát azok dominálták tulajdonképpen. Itt ugye a magyar belpolitikáról akkor nem nagyon esett szó, legfeljebb arról, hogy már megint emelték a vaj árát, vagy a jó ég tudja, vagy teljesítették a felajánlásukat, nem tudom hol. És az 5 éves tervet. Hát az már kicsit túl voltunk, de olyasmi. Aztán fiú bemondó mondta magáét, lány bemondó szépen alábeszélt a másikba, a végén pedig a sport. Hát azt, hogy közben röhögtettük egymást, vagy nem, az mondjuk egy más... téma volt. Hát azért gondolom, ott is lehetett egy jó csapat, és akkor, hogyha már itt említetted, hogy azért benne volt az egész brancsba a humor, hogy próbáltátok egymást kizökkenteni. Nem, ez annak is rádióban is. Annak is köszönhető, hogy tulajdonképpen elhangzott már az a szó, hogy steril. A rádió annak idején sterilnek tűnt, hiszen nem volt benne hiba. Majdnem mindenki hibátlanul beszélt. Igen. Mindenkinek megvolt az egyénisége. Hogy a hibákat lestétek, és próbáltatok alátenni a másiknak, hogy hát, ha valamit elkövet. Persze, hát mindenféle gonoszságot is elkövettünk egymással, ebben én is eléggé élenjáró voltam. Ez még a színészi múltadból, a színházból lehet, de hát mondjuk Antal Imre szegény sose volt színész amúgy, hogy azzal együtt, hogy színészi feladatokat is vállalt, de ebben azért ő volt a nagy példakép tulajdonképpen, hogy mindent tudott. Mindent az ég adta a világon, hogy mi lenne, ha azt mondanám, hogy Philadelphiai szimfonikus zenekar játszott Ormán Dienő veszélye alatt. És utána nekem meg kellett szólalni halálkomoly hírekkel. Hát szóval...
húzogattuk egymást rendesen. És akkor ezeket gyűjtöttétek? Gyűjtöttük, hogy ne úgy hitták, hogy bakitekercs. Hát még mondhatom-e a internetes portál nevét, mondhat, ahol a YouTube-on minden ilyesmi hozzáférhető anyag még ott van, de nem sok. Szóval régen volt egy hatalmas nagy malomkeréknyi akfa szalag, ez itt a reklámhelye. Nem, ez a termék megjelenítés sok. Termék megjelenítés, persze. És az tele volt régi-régi bakikkal. Csak valamelyik technikus lány, én már nem tudom, nem emlékszem a nevére, állítólag elment a rádiótól, kiebrudalták, jó ég tudja, ő bosszúból ezt a tekercset darabokra szaggatta, úgyhogy aztán utána kezdtük el darabonként összeszedegetni. Én egyike voltam a kezdeményezőknek, hogy szedjük össze ezeket, mert hát ezek fantasztikus emlékek. Aztán ugye Debrenti Pirókára rászálltam, és kértem, hogy segítsen ebben, mert én akkor még elég új gyerek voltam, és rácsodálkoztam az összes ilyen régi bakira, de hát Piroska meg hát ezer éve rádiós és nagy tekintélyű rádió, ő azért odaszólt, hogy azt szerezd meg nekem, és akkor megszerezték. Összeszedegettünk nagyon sokat, nagyszerűek voltak. Csak a vicc az, hogy készültek azóta is ilyen baki összeállítások. A vicc az, hogy a baki tulajdonképpen egy, innen vagy onnan nézzük, egy bukás, egy esés. Esni csak valahonnan lehet. Hogyha valaki végig bukdácsol, akkor abban semmi. Nem akarom szidni a jelenlegieket, de nagyon sokan bukdácsolnak. Szóval akkor, amikor egy nagyon közismert hangú, tüneményes kolléga 3 évtized steril beszéd után azt mondja, hogy Petőfi Rádió Budapest, 12 óra 10 perc, Bugaduda, Bugadudus Gyula népi zenekar játszik, szóval akkor ott bakizva van. Amikor Körmendi Laci bácsi, aki a filmhíradókban az állam hangja, és elképesztő orgonaszerű hangján végre egyszer bakizik, akkor az bak. Na, ilyeneket gyűjtöttünk össze. Meg egy csomó olyan félre olvasott dolgot, hogy Vadász Ági elmondja, hogy léghűtött üzleteket. De ezek nagyon ritkák. Ezért volt értékük. Amikor mostanában hallgatod a különböző kereskedelmi csatornákon műsorvezetőket, rádiót, televíziót beleértve, hát akkor elég színes spalettáját lehet látni a műsorvezetés színeinek. Elég magamat színes. Is beleértem, mert hát én is tudok bakizni kellőképpen. Én nálam a felkonfelárások azok számítanak igazi kihívásnak, mert azoknak... Ne haragudj, hogy közbevágom. Pontosan itt van a különbség egyébként. A műsorvezető, aki függetlenül attól, hogy a mögötte álló csatornát, stb. Is képviseli, de ő saját maga, egyes szám első személyben beszél. A bemondó, akinek az a dolga, hogy szépen fölkonferálja, az olyan, mint a vastagbetűs cím az újságban. Szóval ott nem szabad bakizni. Igen. Hát persze, hogy előfordul, de ott nem. A műsorvezetőnél nem baj. Na most hallgassák meg, nézzék meg ezt, azt, amazt, x-et, z-t, abba belefér, hogy jaj, feneldje meg, nem sikerült kimondani. A másikban nem. Most azért kezdtem el ezt, mert hiszen régebben volt egy olyan mikrofonengedély. Aki mikrofonengedéllyel rendelkezett, az gyakorlatilag léphetett elő a ranglétán. Megvolt az összes lépcsőfok. Segédbemondóként ott kellett ülni, hallgatni, figyelni, stb. Stb. Ezeken végig lehetett, vagy kellett menni. Most gyakorlatilag nagyon sok ember egyik napról a másikra van bedobva a mély vízbe, és most én is próbálok szabatosan fogalmazni, de egyébként tényleg, szóval nem annyira egyszerű megszólalni mikrofon előtt. Egyébként nekem furcsa, mert pont amikor a válaszadó székében ülök, sokkal pocsékabbul érzem magam, mint amikor műsorvezetőként ezzel ülök be. Ezzel nem vagy egyedül. Na, szóval, hogy nézett ki egy mikrofonbizottsági vizsga? Kik mehettek oda? Most létezik-e még egyáltalán, igénybe veszik-e, hiszen te a mikrofonbizottságnak sokáig tagja voltál. Mikrofonbizottságnak tagja voltam, és most jelenleg a
az a neve a MTVA, szóval most nem MTV, igen, meg MR, hanem MTVA, az a neve, hogy Monták Testület. Monták Imréről, aki nem tudja esetleg, ő egy kiváló logopédus volt, nagyon korán meghalt. Őróla nevezték el ezt a testületet, ez gyakorlatilag helyettesíti a mikrofonbizottságot, a kamerabizottságot, és ez ad javaslatot arra, hogy ki dolgozhat, ki nem dolgozhat, aztán a munkáltató ezt vagy figyelembe veszi, vagy nem. Visszatérve a kérdésedre. De egyáltalán élnek ezzel a lehetőséggel most, tehát a részben, fiatalok? Részben. Nem a fiataloknak kell ezzel élni, hanem a munkáltatónak. Tehát most a TV akar csinálni, Magyar Televízió akar csinálni mondjuk az Ötös csatornával egy műsort, egy irodalmi műsort, és én erre keresnék egy 30-40 év közötti jó beszédképességgel, esetleg szavalni tudó műsorvezetőt. Most ilyen létezik? Egy bizonyos szeméről beszélsz pont? Nem. Pedig az van ott? De most ezt így hirtelen elképzeltem magamnak. Igen, ott van a Takács Bence, aki darabig híradózott is, és amúgy rendszeresen verset mond. Na, szóval akkor ilyen fajta megkereséssel élnek felétek? Nem, mi a kész anyagot kapjuk, ha kapjuk. Szóval nagyon nagy bajom az, hogy nem nagyon kapjuk. Régebben, hogyha valakinek voltak olyan ambíciói, hogy szeretne rádiós, tévés lenni, bemondó lenni, műsorvezető lenni, híradós, akkor elment egy tanfolyamra, és akkor annak következtében... Nem, először elment egy meghallgatásra. Ilyen meghallgatások vannak még most? Hogy, tehát, nem, hogy tudom, nem tudom. Nem tudom. Nem tudom, fogalmam sincs róla. Elvileg kéne, hogy legyenek, de nem tudom pontosan. De régen, mondom, én a magam példájából tudok kiindulni, hogy arra a bizonyos meghallgatásra, amikor elmentem, akkor ott ült Vaha Imre tanár úr, ott ült Körbendi László, a bemondók doájénje és Dömög Gábor. Meghallgatták, megbeszéltek, döntöttek, ennyi. De én is vettem részt ilyen meghallgatásokon a másik oldalról. Hát ketten-hárman oda beültünk, valaki ugye a nyelvészek közül, vagy beszédoktatók közül, és legalább két bemondó. Szóval ott mondjuk Bordi Andristól Szilágyi Zoliig sok mindenki előfordult már így a meghallgatásokon. Sokkal több nem kell. Na most, akire azt mondjuk, hogy azt mondtuk, hogy jöhet, akkor az szorgalmától, egyebektől függően elkezdett járni beszédórákra. És akkor utána ülhetett oda. Ha elfogadták az illetőt, akkor először csak felvételeket volt szabad gyártani. Felvétel pedig annak idején rengeteg volt. Hát ugye indult az egész úgy, hogy reggel a 8 órai hír után, az 5 perc volt, elindult a teljes rádióműsor, a teljes tévéműsor, hát akkor mondjuk két tévéműsor volt, rádióban 3, Kossuth Petőfi, Bartók, de még mozi műsorok voltak, színház, vidéki színházak műsora, múzeumok és kiállítótermek programja, ha még mond valamit az, hogy Kályha és római lapidárium, Kályha és Kályha csempe múzeum. A jó ég tudja, múzeumi híradó, meg hát olvastunk föl rengeteg kommentárt, egyebet élőadásban mentek olyanok, hogy Bogár Barátok, meg ott találkoztam először a Gyúr Gyalaggal. Nagy felelősség, felkészültség, pláne az idegen szavaknak a kiejtése, meg az ilyen szakszavaknak a kiejtése, mert ezzel nem minden nap találkozik az ember. Igen, az idegen szavak és főleg nevek, illetve idegen nevek kiejtése az rendkívül fontos, nem attól, hogy mi okosnak tűnjünk, hanem attól, hogy ne tűnjünk butának, vagy tájékozatlannak. A természetesen kutyakötelességünk ismerni a különböző művészetek képviselőinek nevét. A preklasszikusoktól, hát dehogy a preklasszikusoktól, a görögöktől, ógörögöktől kezdve napjainkig az előadókat, ezeket mind tudni kell, hogy mondják, hogy nem Roger Moore, hanem Roger Moore.
a politikusok, rengeteg új politikus van, és most már nem mindig sikerül beazonosítani, hogy ki hova való. Mert van egy kanadai politikus, akkor a jó ég tudja, hogy őt most pont franciásan vagy angolosan kell mondani, vagy egyik se, hanem... És ilyenkor kitől kértek tanácsot? Hát részben volt egy kartoték fiókunk, ahol beírtunk mindent. Volt egy fali újságszerűség, ahol az aktuális, mindig az aktuálisat, hát nem fér el minden. Kiírtuk, hogy a Jaap de Hoopscheffer, azt hiszem, hogy NATO főtitkár volt, hogy azt így kell mondani. Én hívtam fel a hírszerkesztőségből a követséget, hogy mondják ki, kihangosítva a telefon, ti is halljátok. Szóval, de vannak olyan nevek, hogy magyarul máshogy mondjuk, mint külföldül. Hát ugye Verne Gyulát sose fogjuk Jules Verne-nek mondani. De Leonard Bernsteint mondunk, noha ő nem így mondta a nevét. Amikor Magyarországon járt, akkor volt kint a riporter kolléga, és egy exkluzív interjút készített vele már a repülőtéren, és elmondta, hogy kedves mester, ne haragudjon, de tudom, hogy ön Bernsteinnek mondja a nevét, de hát mi Bernsteinnek mondjuk, és erre azt mondta a mester, hogy bocsásson meg, szerkesztő úr, én a nevemet úgy mondom, hogy Leonard Bernstein. Ön úgy hív, ahogy akar. Na ez most, helyes. És nem Leonard, ugye, hanem Leonard. Milyen híres emberekkel vagy egyéniségekkel sikerült össze találkoznod? Hát mennyi a műsor ide? Hát akkor egy különleges számodra, mert azért nem mindenkivel. Én nekem nagyon sok híres ember vagy ismert ember, akivel sikerült találkoznom, különlegességet jelentett. Hát egyrészt az, hogy hajnali krónikákban én csak hírolvasó minőségben ültem ott, de hát ezzel együtt ott ült velem szemben a X miniszterelnök, az E külügyminiszter, a jó ég tudja mindenki, meg hát a Bartók a Muzsikáló reggelben rengeteg művész vendég volt. A Duna Televízióban létezett egy Napóra című műsor, sajnos csak 15 hónapot élt meg. Annak voltam én az egyik műsorvezető. Ez abból állt, hogy egy negyedórányi híradó, azt a Duna TV-sek csinálták, és az egész egy ilyen magazin jellegű valami volt, különböző fölvételeket játszottak be, és voltak vendégek. Hát én nem is tudom, hogy hány miniszter volt a vendégem, államtitkárok voltak ez alatt az idő alatt, és művész emberek. Nem akarok kiemelni senkit. Nagyon-nagyon érdekes élmény volt. A legérdekesebb az volt, hogy a nagyon nagy nevű emberek is hihetetlenül örültek annak, hogy szerepelnek a tévében. Tehát akkor gyakorlatilag az a fajta kifelé megmutatom magam emberi mi voltomban, ez nem egy új keletű dolog, és nem az online világgal kezdődött. Nem, és valahogy ez az egész arra inspirálja ezeket az embereket, hogy összeszedjék magukat. Ne, engem is arra kéne, hogy inspiráljon most ez a beszélgetés, hogy összeszedjem magam, csak én szétszólt vagyok. Hát azért annyira nem. Szóval aki bemondó volt, az is marad, és azt nagyon jól tudja, hogy hogyan kell koncentrálni azokat a bizonyos gondolatokat. Visszatérünk egy picit a színészetre, mert nagyon belementünk itt ebbe a részbe. Az, hogy színész lettél, ezek szerint egy téves döntés volt a részedről. Mi miatt gondoltad, úgy ezért három színházat próbáltál ki? És a Madács, én szerintem azért az egy nagyon jó színház volt, az rengeteg lehetőséget biztosított volna, és néztem, azért ott voltak tévéjátékok, filmszerepek benne, mindenféle. Mitől mondod azt, vagy mitől érezted azt, hogy te nem vagy egy jó színész? Vagy nem voltál jó színész? A hangod gyönyörű. Gondolom, verset szépen mondasz. Nagyon szép gyerek voltam. Hát jó képű Pali, az nem, is rendben van. Szóval ez mind borzasztó kevés ahhoz. Szóval, hát tudod jól, hogy egy színésznek azért az kell, hogy... Nézd, ott volt Páger Antal, akinek egész életében
gyakorlatilag semmiféle maszkja nem volt. Jó, ragasztott bajusz szakált, az egy külön dolog. Két saját magán elkövetett maszkja volt, hogy összeborzolta a szemöldökét, vagy kisimította. Mindig ugyanazt látta tőle, és mindig mindenben más volt. Na most ezt én soha nem, én mindent kívülről próbáltam azt hiszem megoldani. Szóval nem magamon átszűrve, nem a lelkemet odatéve, én nem voltam olyan nagy vonalú. Kívülálló voltál? Igen, igen. Hogy mondjam, mesterségként próbáltam az egészet megoldani, nem pedig hittérítésként, pedig azért akartam színész lenni annak idején. A verseket nagyon-nagyon szerettem, és szeretem ma is, de hogy mondjam, aki KB közleményeket olvasott, meg meteorológiát, meg vízállást, attól nekem falsul cseng az, hogy mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Ezt hitelesen elmondani, csak idézőjelben tudom, hogy Adi azt írja, hogy az, hogy én hiteltelennek tűnik valahogy. De ez akkor csak a gyakorlatban tudatosul benned? Mert hát ha nem hittél volna magadban, tudom, akkor nem észre színművészetére. Nem tudom. Hát ezt én éreztem magamban, persze, csak hát tudod, hogy menet közben dől el az, hogy igen vagy nem. De hát szerepeket is kaptál. Persze. Tehát hát az vidéken, jelenti, hát a Madárdban csak ilyen picurkákat. Hát hogyha nem lett volna semmi, akkor nem adnak szerepet, nem adnak lehetőséget. Persze. Sőt, hát Ádám Ottó telefonáltatott utána, hogy el ne kallódjak már, hogy menjek oda, beszélgessünk, és akkor abból lett 3 év. De én már nagyon-nagyon igyekeztem el onnan, nem a Madárdban, egyáltalán az egész pályáról. És ezt keserű voltál akkor? Nem, de hogy is. Nem, abszolút semmi keserűség. De hát valamilyen úton módon hát akkor kerested az utadat, szerint, hogy akkor persze, tovább. Ez nekem mik merültek föl benned? Hát egyrészt... Tehát ha nem jön Dömög Gábor. Igen. Egyrészt a nyelvvel kapcsolatban, tehát valami olyan egyetemi, valami végzettséget szerettem volna még szerezni, amivel én akkori vélt nyelvtudásomat hasznosíthattam. Németül akkor egészen jól beszéltem. Az alatt a 3 év alatt, pont a Madács 3 éve alatt volt, hogy beiratkoztam egy nagyszerű francia nyelvtanfolyamra. Képzeld el, olyan volt, hogy egy év tanfolyam után sikerült a Rigó utcában, akkor még az ország egyetlen helyén letenni a nyelvvizsgát. Egy év alatt úgy megtanulni franciául? Az egy olyan tanfolyam volt. Na, borzasztó intenzív. Bocsánat. Borzasztó intenzív. Az arc kifejezés, annyira ledöbbentem, mert azért ilyen. Tudod, hogy kinek mehet? Én borzasztó mehet... könnyen tanultam. Ja. Mindig minden. Mert annak megy így egy nyelv, aki mondjuk beszél már németül, franciául, oroszul, olaszul, és akkor ugye azokból már következik egy igen, másik nyelv. Igen. De egy német mellett egy francia szerintem elképesztő nehéz. Jó, hát németül gyerekkorom óta tanítottak. Aztán akkor lódult be igazán, amikor harmadéves gimnazista korom után nyáron jött hozzánk egy német srác 4 hétre, és én kimentem 4 hétre a Dresda melletti Freibergbe, és akkor ott senki magyar nem volt, azzal beindult szépen a németen. A gyakorlat fontos. Persze, és utána gátlástalanul beszéltem már németül. A francia az valami egészen különleges volt, mondom, hála Istennek rendkívül gyorsan tanultam, mást is színházban örökös beugró voltam, mert lehetett szólni, délután 3-kor beugró próba, este előadás. De vigyellek. Ma ez már nincs. Ma már tökéletes demencia van. De jaj. Hát rádióban, amikor fölvettek, akkor ugye le kellett adni a különböző papírokat, tudtam, hogy van nyelvpótlék, tehát én leadom a francia papír, németből nem volt nyelvvizsgám. Leadtam, ó, te beszélsz franciául, akkor te fogsz idegen vizet olvasni. Mi az, hogy idegen víz? Hát ugye a Petőfi éjfeles hír után a vízállás jelentésből fölvett dunai
részt leadják, ezután pedig oroszul és francia. Hát mondom, nem beszélek oroszul, de hogy nem oroszul, mindenki beszél. Mondták ezt akkor, ugye? Úgyhogy azóta is, hogyha álmomból fölkeltenek, elmondom orosz-francia. Egyébként a vizálás jelentésről jut eszembe, hogy volt egy mondás, amit sokáig nem tudtam megfejteni fiatal koromban, de egyébként van, amire most döbbenek rá, hogy mit jelentett. A hajó vonták. A hajó vontákat azt tudtam, csak volt egy ilyen, hogy van, akinek az életében a legérdekfeszítőbb adás a vizálás jelentés. És azt gondolom, hogy talán a Tanú című film után tudatosult bennem. Igen, igen. Hogy ez mit is jelent, mert addig röhögtünk, hogy a, mit tudod én, az agyvaoknál árad máshol apád. Igen, tehát ez hihetetlen. Hát ugye akkor nem volt semmi internet, semmi. Ti voltatok a mértékadó. Én akkor csodálkoztam rá, amikor egy kolléga fölhívott, Pintér Sanyi barátom, fölhívott, hogy szabadságon volt, hogy Petyus, te olvastad a vízállást, a Velencei tavat megmondanád? Mondom, most hülyéskedsz. Csadat. Aztán megnéztem, és mondom, miért érdekel? Tudod, én pecázni szoktam. Most ez hogy függ össze, azt nem tudom, de tény és való. Egyébként a másik fel egy régi rádiós anekdota, vagy igaz, vagy nem, a két hatalmas nagyágyú, ugye Körmendi Laci bácsi és Bán György, kicsi, pici, kopasz, két teljesen ellentétes ember. Laci bácsinak ugye a gyönyörű, bársonyos hangja, Bán Gyuri bátyónak ez a hihetetlen, érces, kemény hangja, úgy kiegészítették egymást, hogy csuda. Folyton húzták egymást, és azt mondja Bán Gyuri, hogy én lefogadom, hogyha letakarom, hogy a jobb oldalt ott voltak a számok, a centiméterek és a százalékok. És egy hónapon keresztül így mondom el a vízállást fejből, senki nem veszi észre, a kutya se figyel minket. Na, Laci bácsi, hogy nem, hát nem úgy van az, Gyurikám. Fogadjunk, 100 forintban fogadtak. És a fáma szerint összesen egy nyugalmazott gátőr hívta föl őket, hogy uraim, ha igaz lenne, amit a rádió a vízállás jelentésben mond, akkor a rádiónál 15 méterre magasan állna a Duna. Hát ez a történet vagy igaz, vagy nem. De minden esetre tanulságos. Voltak a rádióban, meg a televízióban összeszokott párosok. Említettük Kudlek Julit is, és Antal Imrét. Ők egy... Ha a rádiósokat nézem, akkor a Bőzsöny Debrenti Piroska páros szintén. Neked volt-e olyan kolléganőd, aki úgy hozzád kötődött az évek folyamán, vagy akivel a legjobb volt így dolgozni? Így nem alakult ki. Hát én Vadász Ágival dolgoztam nagyon szívesen, de nagyon szerettem az összes kolléganőt. Hát Bérci Krisztitől Acél Annáig. Nem, mennyire tartottátok egymással a kapcsolatot? Tehát volt-e egy ilyen szakmai brancsotok? Akkor mi nagyon szerettük egymást, és azóta is gyakorlatilag van egy társaság, akikkel úgy összejárunk. Hát sajnos az is úgy bomlik. Fogy. Igen. De ezek azért vannak. Nem csak bemondók, hanem mások is. De... Mi az oka? És most nem a halálesetre gondolok. Megosztódnak az emberek? Hát egyrészt ugye itt a rendszerváltás egy nagyon komoly redőnyt húzott emberek közé. Ezzel együtt hát mi úgy tudtunk dolgozni odaben, hogy én tudtam, hogy ő oda szavaz, tudta, hogy én ide szavazok, ettől még nagyszerűen ment a munka, de összejárni nem jártunk már így össze. De rengeteg olyan volt, hogy kollégám a saját háza kertjében rendezett nagy összeröffenéseket, sütés-főzéssel, mindennel, de maga a rádió is. Hát az mondjuk elég pontosan behatárolható, hogy Kondor Kati elnöksége alatt volt, hogy a rádiónak voltak ilyen főző versenyei. A elektromos pályán, szabadon, kondérban, mindenkinek olyan füstszaga volt utána, hogy csuda, de istenieket főztünk. Voltak ott politikusok, operaénekesek, borászok, természetesen rádiósok, istenieket ettünk,
jól be is rúgtunk a végére, szerettük egymást. Akkor is, hogyha tudtam, hogy ő máshova tartozik. De hát ez nem is szabad, hogy megossza az embereket. Mert attól lehetnek nagyon jó barátok, persze. Nem kell politizálni, vagy tiszteletbe kell tartani a másikat. Tartsuk tiszteletbe, hát persze. A gondolatát és kész. Egyébként ez Magyarországra jellemző csak, mert amerikaiak nagyon jó barátok tudnak lenni, és kiváló kártya partnerek. De hány száz éve van ott demokrácia, és itt hány évtizede? Szóval az... Hát a demokráciát is meg kell tanulnunk. Meg kell tanulni, és tudomásul kell venni, hogy van. Említetted a feleségedet, hogy ő is végül is kapacitált téged, hogy pályát váltsál. Hogyan egészítettétek ki egymást? Egyetlen szabadidőtök hogyan alakult? Vagy hogyan alakult? Mennyire volt benne a te színészi életedben, és utána mennyire látta a te... Gondolom, hogy vívódásodat, mert különben nem váltottál volna. Hát persze, hogy látta. Na most ez egy tulajdonképpen nagyon hosszú történet, és nem is szeretnék igazán belemenni. Ő színésznő, nagyszerű színésznő volt, Parragi Máriának hívják. Valahogy sikerült őt letessékelni a pályáról. Különböző fondorlatok révén. De hát ő ebben teljes mellszélességgel ott volt mellette. Ez előbb volt, mint ahogy te váltottál? Hát úgy ismerkedtünk meg. Nem, Kecskeméti tehát az, hogy színházban ismerkedtünk tehát, meg. Hogy őt, őnek is problémái adott. Nem. Ez előbb, ezzel párhuzamosan volt, vagy később? Hát az övé gyakorlatilag... Próbálom megfejteni a szálat. Hát ez... Sok mindent kell lehet megfejteni. És ő hol találta meg magát, vagy miben találta meg magát utána? Hát ő gyakorlatilag tanított egy jó darabig gyerekeket, akkor még nem úgy hívták, hogy drámapedagógia, hanem egész egyszerűen a Németh László gimnáziumban, ami egy kiváló gimnázium volt, oda ajánlották neki a Hoffmann Rózsát, aki ott volt az igazgatónő. És egyébként Rózsa egy kiváló igazgató volt, és kiváló pedagógus. Hát olyat csinált abból a Németh László gimnáziumból, hogy az ország tetejére került egész egyszerűen. És a Beke Kata ajánlotta, hogy a Hoffmann Rózsát keresse meg. Megkereste a Hoffmann Rózsát, akivel elbeszélgetett, és ő ajánlotta ezt, és nagyon komoly sikereket értek ott el, ilyen még versenyeken is. Hát nem az volt a lényeg, hogy a gyerekekből hát színészek legyenek, de lett egyébként. És színjátszó köröket hozott létre. Persze, nagyszerűen. Ott ógörög drámától kezdve Bánkbánig nagyon sok mindent elő mertek venni, csak nem ez volt a lényeg. Egy ilyennek nem ez a lényege, ugye, hanem az, hogy állj ki, merj kiállni, nyisd ki a szádat, ha férfi vagy, légy férfi, ha nő vagy, akkor légy nő. Ó, ezt mennyire nehéz megtanítani ma a gyerekeknek, hogy merjenek nők lenni. Hát, hogy merjenek férfiak persze, lenni. Persze. Az illemtant, most ebből egy egész más, aki kíváncsi vagyok a véleményed, egész más jutott az eszembe. Ugye most visszahozták az etikának, illetve nem az etikának, hanem az erkölcs tannak az oktatását, és ezt egész furcsán kezelik az emberek, holott ez egy nagyon-nagyon összetett kérdés lehet, és nagyon sok minden belefér. Többek között most készítettem egy 56-os riportot egy nagyon édes bácsival, és akkor mondta, hogy egy anyuka, vagy egy ment két kisgyerekkel, és mondta, hogy a fiataloknak és a hölgyek. És az anyukának könyvbe lábadt a szem, és azt mondja, Istenem, még létezik, hogy valaki ezt így fejezze ki. Na és erről jutott az eszembe, hogy egyszerűen egy gondolkodás mondja, hogy a lányok nem mernek lányok lenni, nem tudnak viselkedni, nem mernek viselkedni, mert nem trendi. A fiúk nehezen lesznek fiúk, nehezen mernek udvarolni, nincsen olyan kiállásuk. Tehát a fiúk sajnos azt hiszik, hogy attól fiúk, hogy ők olyan macsók, ugye ez divat szó is, meg egyáltalán. És kb. 1000 magányos embert látok magam körött. Hát ebből következően, persze. Hogyha egy lány... Na, ne menjünk bele tényleg itt ebbe a rettenetes gender, nem, vagy gender elméletben, ez borzasztó. Mindenki jobban érzi magát, hogyha az, ami. Ez ennyire egyszerű. Ha én férfi vagyok, akkor próbáljam, szóval
Amerikában, amikor szexizmussal vádolnak, vagy a jó ég tudja milyen megkülönböztetéssel egy férfit azért, mert a kolléganőjét előre engedi, hát akkor ennél nagyobb hülyeség már nincs. És itt a... Nagyon-nagyon hosszú na dolog jó, ez is. Akkor erről egyszer egy másik műsort fogunk csinálni, mert egyébként ez is egy nagyon érdekes kérdés. Hát ez nagyon, de végül is hihetetlenül egyszerű kérdés lenne. Figyelj, mindenre gondoltam, csak arra, hogy ilyen témára fogjuk a végére befejezni a beszélgetésünket, tehát sose lehet tudni, hogy egy reggeli hogyan alakul. Hogyan alakul, igen. Jó étvágyat kívánok, köszönöm szépen, hogy eljöttél. Köszönöm, hogy a Lillás reggeli vendége lehettem. Nagyon-nagyon jól éreztem magam. Nagyon kellemesen beszéltünk, és elment az idő egy pillanat alatt. A forgatási helyszínt az immár 25 éve működő Remiz étterem biztosította. A műsorvezető ruháiról a Mystic Day divatárú nagykereskedés gondoskodott. Paul Lillát a Krizó csillogó ékszerei varázsolják még elragadóbbá. A műsorvezető frizurája a Pomádé szalonban készült. A Lillás reggeli a Facebookon is elérhető. facebook.com/lillásreggeli A műsor médiapartnere a Pécs Rádió.